Köszöntelek benneteket a csatornámon. Örülök, hogy kiválasztottátok a videómat. Egy karmikus fordulat. Ez a felvétel egy személyes jóslás Anira részére. Kedves Anira, üdvözöllek téged, ez most a te videód. Mielőtt kezdenék, elmondanám, hogy mi a kárma, és mit jelent ez a kármikus fordulat. Nekünk van lelkünk. Amikor meghalunk, akkor a lelkünk elhagyja a testünket, elhagyja a földet, és visszatér az isteni erőkhöz. A lelkünk az visszagondol a múltra, megvannak a gondolatok és az érzelmek is. Ha a lélek visszatért a jó Istenhez, akkor visszatekint arra, amit átélt itt a földön. Én ezt úgy tudom elképzelni, mint egy film, tehát a lélek megtekinti újra ezt a filmet. Amikor ez a film befejeződött, akkor azt úgy tudom elképzelni, hogy a Jóisten megkérdezi, nos, hogy érzed magadat? Ha a lélek beszámol és azt közli, én boldog vagyok, mindent megteremtettem, a lelkem olyan szabad, végre fellélegezhetek, akkor kilép a kármából. Viszont, ha a lélek másképp közli a dolgokat, és azt mondja a film megnézése után, hát ez volt az életem. Most így utólag én azt hiszem, én nem is éltem. Nagyon sokat hibáztam a földön. Akkor megvan arra a lehetőség, hogy a lélek kiválasszon egy sorsutat, és visszatérjen a földre. A lélek benne van ebben a kerékben, amit mi a sors kerekének nevezünk. A lélek választja ezt a sors utat, de ez számunkra nem tudatos. Viszont ha hallgatunk a belső hangunkra, akkor a lélek közli velünk, hol van ez az arany középút. A horoszkóp az egy térkép, ott lehet olvasni az irányt. De ugyanaz, ami a lelkünk bölcsessége is. Gyakran álomképeken keresztül kapunk így üzeneteket. És mi ez a kármikus fordulat? A horoszkópban van kettő kármikus csomó. Az egyik a lefele mozgó hold csomó, a sárkánynak a farka, és ez a lefele mozgó hold csomó a múltra utal. Mind arra, amit átéltünk itt a földön a korábbi életünkben. Itt vannak az emlékek. Ezt a lefele mozgó hold csomót kétúnak hívjuk. És van a felfele mozgó hold csomó, a sárkánynak a feje, ez egy életterület, vagy egy életút, amit mi nem ismerünk. Viszont a lelkünk kiválasztotta ezt az utat, mert szükségünk van rá. Ezt a felfele mozgó hold csomót Ráhúnak nevezzük. Ez benne van a horoszkópban. De ezek a holdcsomók, ugyanúgy, mint a bolygók is, mozognak. Szeptember végéig több mint másfél
éven keresztül a lefele mozgó holdcsomó kétú, ami a múltat jelenti, a nyilas jegyében volt. Most elhagyta a nyilas jegyét, és a skorpión jegyében mozog 2022. márciusáig. Ne csodálkozzatok azon, hogy a skorpiót említettem, mert ezek a kármikus csomók ellenkező irányba mozognak, mint a bolygók. A felfele mozgó holdcsomó Ráhu, ami egy új irányt mutat, vagy egy kiutat, vagy egy új életterületet számunkra, szeptember végéig az ikrek jegyében volt több mint másfél évig az indiai számítás szerint. Jelen pillanatban a bika jegyében van, és ott marad 2022. márciusáig. Kihat ránk, itt vannak kármikus témák, és mindenki ott éli át, ahol a skorpión jegye van, vagy a bika jegye a horoszkópban. És most rátérünk a te horoszkópodra, nem tudod, hogy hány órakor születtél, ezért nem tudjuk az életházakat megjelölni, az aszcendentust sem. Ahogy írtad, az előfordulhat, hogy a bak jegyében van az aszcendentusod, anyukád is a bak jegyében született, itt tükröződött számodra valami, mert a te születési horoszkópodban a felfele mozgó holdcsomó, a sárkánynak a feje, ez a Ráhu energia a bak jegyében van. És ez egy terület, egy életterület, meg a bak jegye is mutat számodra valamit, ahol nem ismered ki magadat, viszont szükséged van a bak jegyére, és itt nincsenek véletlenek, ezért az anyukád azt mutatta neked. Ha az aszcendentusod bak, ahogy más asztrológusok ezt mondták, vagy kiszámolták neked, akkor kell, hogy a személyiségedet éljed, a kisugárzásodat, a fellépésedet, és fontos az is, hogy legyenek céljaid, ne add fel, bízz abban, hogy ez elérhető, akkor így közelebb kerülsz a bak jegyéhez. Mint mondtam, a lefele mozgó holdcsomó kétú szeptember végéig a nyilas jegyében volt, több mint másfél éven keresztül. Nem tudjuk, hogy hol van nálad a nyilas jegye, mert nem tudjuk pontosan hány órakor születtél. Viszont, amit mondani tudok, hogy az indiai számítás szerint nálad a Vénusz bolygó és Mars bolygó a nyilas jegyében van. A nyilas jegye utalhat külföldi kapcsolatokra, utazásokra, de ez az út lehet egy belső út is, mivel Mars és Vénusz bolygó a nőies és a férfias energiát szimbolizálja, itt a nyilas jegyében párkapcsolatról van szó, és voltak kármikus témáid, ezt most lezártad magadban, így szeptember végén. Mivel kétúnál a múltról van szó, az lehet, hogy azt a férfit, akit te megismertél, vagy kapcsolatod volt az elmúlt másfél évben, ismered a korábbi életből. Kétú elbúcsúzott
szeptember végén a nyilas jegyétől, és a következő több mint másfél évben a Skorpión jegyében lesz. Nem tudjuk, hogy melyik életházban található nálad a Skorpión jegye. Ha tényleg bak az aszcendentusod, akkor a Skorpión jegye a 11-es életházban van, ami mutatja a baráti kört és a reményeket is. A nyilas jegye akkor így a 12-es életházban lenne, ahol a titkok és kármikus témák vannak. De visszatérve erre a mozgásra, Kétu most a Skorpión jegyében van. A te horoszkópodban, a Skorpión jegyében található Merkur bolygó, tehát Kétu el fogja érni a Merkur bolygódat, itt aktiválja ezeket a kármikus témákat. Miről van szó? Merkur bolygó szimbolizálja a gyermekkorodat és az ifjúságodat. Merkur bolygó tanít téged, és oda kell figyelni a Skorpión energiájára is. A Skorpión a víz eleméhez tartozik. A víz eleménél mindig érzelmekről van szó. Vannak negatív érzelmek, mint például félelmek, vagy bizonytalanság, irigységek, hamisságok, bosszúságok, féltékenységek, gyakran ez másoktól jön, de meg kell, hogy tanuljuk védeni magunkat. Ezek a negatív érzelmek. A pozitív érzelmek az a hála, a dicsőség, az erő, az jelenti a belső erőt is, a bizalom, a hit és a szeretet. Így el kell hagynunk a negatív érzelmeket, és élnünk kell a pozitív érzelmeket. Ez most, ez a transformáción, amiben benne vagyunk. Ezt te is átéled, tehát figyelj oda az érzelmeidre, mert ezekkel a pozitív érzelmekkel el tudsz valamit érni, mert ez a vonzó erő, mint ahogy itt ez a mágikus is mutatja. A felfele mozgó holdcsomó, a sárkánynak a feje, ez a Ráhu energi szeptember végéig az ikrek jegyében volt. Hogy melyik életterületen hatott ez rád, ezt csak akkor tudjuk, ha tudjuk pontosan, hogy hány órakor születtél. Az ikrek jegyében van a te születési horoszkópodban egy visszatekintő Uránusz bolygó. Ez a visszatekintés utal a múltra, gyakran jelez kármikus témákat. Uránusznál mindig változások vannak, ugyanúgy, mint ahogy itt ez a torony is mutatja. Gyakran kellenek ezek a változások. Ilyenkor előfordulhat, hogy vannak félelmek, de át kell, hogy tegyük magunkat ezen. Uránusz mutatja azt is, hogy jó ötleteid vannak, és hogy te egy különleges személyiség van. Ezt meg kell tanulni, és erre utalt ez a Ráhu mozgás az elmúlt másfél évben. Ez mutatta számodra azt, hogy voltak változások, változott a külsőd, a személyiséged is, másképp gondolkoztál bizonyos dolgokról, és ezek voltak, ezek az újdonságok. Ráhu elhagyta
az ikrek jegyét, és most a bika jegyében van, és ott marad 2022 márciusáig. Nálad a te horoszkópodban nincs bolygó a bika jegyében. Amire oda kellene figyelni, az az anyagiak, az értékek, ezek lehetnek belső értékek is, és a bika jegyénél fontos, hogy a nyugalmunkat megtaláljuk, élvezzük az életet, és azt, amit mi elképzelünk, amiről álmodozunk, azt meg tudjuk valósítani. A te horoszkópodban Szaturnusz bolygó a szűz jegyében van, és van a Szaturnusz bolygó és Mars bolygó között egy úgy nevezett kvadrát aspektus. Ezek kihívások. Mars bolygónál a te erődről van szó, a belső erődről, de abban is segít, hogy megvéd magadat a támadások ellen, nem szabad elfutni a kihívások elől. Az is lehet, hogy itt vannak korlátozások, és Mars bolygónál nem csak ezt az erőt jelenti, hanem egy bizonyos férfit, vagy általánosan a férfiakat. Ez lehet a te hited is, ha nem tudod elképzelni azt, hogy az igazi társ ott legyen melletted, így korlátozod saját magadat. Ügyelj erre is. Ami szép a horoszkópodban és nagyon jó, a nap és Uranusz bolygó között van egy úgynevezett trigón kapcsolat a levegő elemében. Ez utal a könnyűségekre, a jó ötleteidre, a terveidre, jó gondolatokra, és arra is, hogy nem félsz a változásoktól. Nem félsz a nagy változásoktól. És most tovább lépünk. Szaturnusz bolygó az a sors bolygója, és őrzi a kármikus témákat. A fiatal években Szaturnusz bolygónál vannak gyakran korlátozások, mert Szaturnusz bolygó megtanít bennünket, valamire gyakran megleckésztet bennünket, de idősebb korban, a második élet szakaszban segít. Segít abban, hogy kialakuljon valami, hogy érezzük a biztonság érzetét. A bolygók mozognak. Bolygó lefordítva azt jelenti, hogy mozgó csillag. Szaturnusz bolygó idén és jövőre is a bak jegyében mozog. És a bak jegyénél vannak sorsdöntő változások. Ha az aszcendentusod tényleg a bak jegyében van, akkor változik a külsőd, változik a fellépésed, és mind az, ami úgy körülötted van, lesznek változások az élet utadon, sorsdöntő változások. A te horoszkópodban a felfele mozgó holdcsomó, Ráhu, szintén a bak jegyében van. Ez egy életút, egy kármikus út, vagy egy életterület, amit a te lelked kiválasztott, mert ez szabadít fel téged, szükséged van rá, de ezt nem ismered. A lefele mozgó holdcsomó kétú az utal a múltra. Ezek emlékek, egy terület, ahol kiismered magadat. Ez a rák jegyében van.
az utal a családi kapcsolatokra, az érzelmekre, a rák jegye az a víz eleméhez tartozik, és az jelenti azt is, hogy a belső hangod irányít téged, vagy jó az, ha meditálsz valami felett, ha érzed azt, hogy ez megvalósul, ha hinni tudsz ebben, ez a te mágikus erőd. És most megtekintjük ezt a jóslást. A jelenlegi helyzetedet itt ez a kártya mutatja. A kettes szám az lehet egy fontos szerződés aláírása. A kettes szám utal párkapcsolatra is. Ez most a központi téma. Te nézel egy új irányba, és szeretnéd a múltat lezárni. Ezen a képen látható a tűz eleme. Ez lelkesedés, ez bátorság, és te szeretnél egy új irányt kezdeni. Ha a múltat megnézzük, ott mindig vannak szép emlékek, és ezt meg kell, hogy őrizzük, mert ez ad számunkra erőt. Mi segít neked a múltból? Ezt mutatja itt ez a torony, amikor minden összeomlik. Te akkor is érzed az erődet, és mindig találsz egy kiutat. Ez segít neked, de segíthetsz másoknak is. Utal a te bátorságodra, mert nem adod fel. Még mindig maradunk a múltnál. Vannak más emlékek és képek is, ami szomorúságra utal, könnyekre. Ott nem szabad megállni, hanem mindig a jelent kell élni és a jövőbe tekinteni. Akkor ezek az emlékek úgy elhomályosodnak. Mi, ami számodra egy veszteség, vagy ami gyengít téged, azt mutatja itt ez a kislány, és a szíve nagyon fáj. Itt van egy szív, fájdalom és sérelmek. Nagyon sok a könny, a szomorúság. Ezt le kell zárni. Mi a kulcs a te kármádhoz, ami segíti a problémákat megoldani, azt mutatja a sors kereke. Te ezt tudod irányítani mindig abba az irányba, ahova tekintesz, amiben bízol. De hinni is kell abban, hogy jóra fordulnak a dolgok, mert ez a kerék akkor jó irányba mozog. Mi az, amit eddig elértél a te sikereidet itt? Ez a fiatal férfi mutatja, a kezében van ez a kard. Ezzel a karddal le lehet valamit zárni, gyakran a félelmeket. Ez a kard utal a levegő elemére és a kommunikációra is, azon kívül fontos döntésekre. És mit tudsz még javítani a jövőben? Vedd kezedbe ezt az arany érmét. Ez utal az anyagiakra, utal az értékekre, és ez utal a belső értékekre is. Te is értékes vagy, másoknak is értékes vagy, és megkapod azt, amit szeretnél. Ez az arany érem jelenti a föld elemét, és a föld eleme az mutatja a reális dolgokat. Egy álom megvalósulhat, ha bízol ebben. És ez a leckéd, ez, amit te itt tanulsz. Te nagyon szorgalmas vagy. Itt látható ez a munka. Itt gyümölcsözni fog valami. Megvan hozzá a türelmed is. Itt ezek az érmék mutatják az értékeket.
talán mások értékeit, és te odafigyelsz arra. Gyakran úgy gondolod, hogy mások ügyesebbek vagy jobbak, mint te. De figyelj oda, mi látható itt a Földön. És ezt fel kell, hogy vedd. Ez a te értéked. Ez a te arany tálérod itt a Földön. Ne hasonlítsd össze magad másokkal, hanem légy azzal tisztában, hogy te vagy értékes. Ez itt látható, ez a tiéd. Ugyanúgy, mint ahogy itt, ez is a tiéd. Azon kívül meg kell, hogy valamit tanuljunk. Mindenki, aki itt a Földön él, mindenkinek van egy lelke, és azért vagyunk itt, hogy valamit javítsunk. Tehát senki nincs a Földön, aki mindent hibátlanul csinál. Mindenki hibázik. Ez nem baj. Ebből tanulhatunk. És hogy tanulsz tovább? Mi az, ami segít számodra, azt itt mutatja ez a kép. A háttérben vannak itt félelmek, de van hit és bizakodás is, mindkettő. De ha mindkettőt érzed, vagy átéled, akkor bizonytalan vagy. Mindegy, hogy mi történik körülötted. Csukd be a szemedet, és ügyelj a belső hangodra. Érzed itt a Holdnak az energiáját. És nem szabad elfelejtenünk, hogy nálad, a te horoszkópodban, a lefele mozgó Hold csomó, ami a múltadra utal, az a rák jegyében van, és a rák jegye felett a Hold uralkodik. Van köztetek egy kapcsolat, és a Hold mutatja az érzelmeket, az álmokat és a vágyakat, és ezt megkapod, közeledik hozzád, bízz ebben. Mi az, amit a jó Isten közölni szeretne veled? Itt ezen a képen az érmék láthatóak. Ez jelenteti a pénzügyi dolgokat, vagy az értékeket. Te mindig úgy gondolod, hogy mások értékesebbek, mint te, és kell, hogy adjál, még többet adjál, és gyakran mások ezt kihasználják. Maradj a te saját energiádban. Te vagy ez a mágikus erő, ez a mágikus vonzalom, és ezzel a vonzalommal, ezzel a vonzó erővel azt fogod megkapni, amiről te álmodozol. És itt látható a jövő. Itt vannak a kelyhek, ezek jelentik a víz elemét, tehát az érzelmeket. Itt van ez a férfi, ő most befele fordul, elgondolkozik a jövőn. Tehát kell egy kis türelem, viszont itt látható a jövőtök, ez a két kehely itt, mutat egy párkapcsolatra. Te és ő. Ugyanúgy, mint itt a kettes szám is. Ez lehet egy új kapcsolat, egy új irány, ahova te tekintesz, vagy a múltból tér valaki vissza. Szerencse a párkapcsolat területén, és rendezed az anyagi dolgokat is. Viszont vigyázz arra, hogy mások ne használjanak ki téged. Kedves Anira, így tudtam kármikusan ezt a jóslást és az asztrológiát elmagyarázni. Köszönöm, hogy hozzám fordultál. Kívánok minden jót, nagyon sok szeretettel, Dendera! És ez volt a videóm, köszönöm figyelmeteket, viszont hallásra!